Kétségtelen, hogy a lehetőségek korában élünk. Akármiről legyen is szó, ha választanunk kell, az biztos nem könnyíti meg a dolgunkat, hogy kevés választási lehetőségünk adódik. Ha belegondolunk, milyen nehéz manapság eldönteni, hogy mit tanuljunk, mivel foglalkozzunk, vagy akár csak azt, hogy mit főzünk vacsorára, akkor azonnal átérezzük azt a jelenséget, amit döntési fáradtságnak hívnak. Az pedig, amikor azon rágódunk, hogy mi történt volna, ha ezt meg azt csinálom, vagy más utat választok, még jobban elnyújtja és elmélyíti azt a stresszt, amit ilyenkor érzünk. Ugyanis egyértelmű, hogy mindent nem csinálhatunk meg és próbálhatunk ki, választanunk kell és kész. Ebben a videóban bemutatom, hogy hogyan szabadíthatod fel magad ez alól a nyomás alól. A videót Mark Manson, a Leszarom Raffinált Művészete című könyve alapján készítettem el, aminek a linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Ahhoz, hogy elérjük a célunkat, először is le kell tisztáznunk magunkban, hogy a stressz mindig jelen lesz az életünkben. Azt azonban megválaszthatjuk, hogy mind stresszelünk. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy mit akarsz az élettől, vagy más szóval, mi a végső cél, amit el akarsz érni. Amire büszkén gondolnál akár a sírkövet felirataként is. Kemény belegondolni tudom, de ez az első lépés. Nagyon szép, ha valaki azt tűzi ki maga elé például, hogy egy olyan munkát szeretne, amit szeret, viszont ez túl bizonytalan. Bármikor megszűnhet, még ha meg is találja ezt a munkát. Bármit tűzünk ki magunk elé, biztosan keményen kell dolgoznunk ahhoz, hogy elérjük, és anélkül, hogy tiszta lenne számunkra a cél, nem fogjuk ezt tenni. Találj valamit, amiért megéri küzdködni. Koncentrálj azokra a dolgokra, emberekre és ingerekre, amelyek segítenek a célod elérésében, a többivel pedig ne foglalkozz. A következő lépés az, hogy belássuk, hogy küzdhetünk akármennyit, ha mindig máshoz mérjük magunkat, akkor nem leszünk igazán boldogok. Az egyik legfontosabb elv számomra, ami alapján az életemet élem, hogy ne azt nézzem, hogy hol tartok, hanem hogy honnan indultam és mekkora utat tettem meg attól a ponttól mérve. Így pontosan tudom, hogy mit tettem magamért és a célomért az eddig eltelt idő alatt. Teljesen felesleges máshoz hasonlítgatnunk magunkat, mivel nem ugyanonnan és ugyanazokkal a forrásokkal indultunk el az úton. A harmadik lépés az, hogy el kell fogadnunk, hogy az életünkért csak is mi vagyunk a felelősek és senki más. Sokan áldozatként éljük az életünket, mindig külső tényezőkre mutogatva, amikor arra keressük a választ, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk. Gondolok itt azokra a magunkban eldünnyögött mondatokra, mint például a főnököm egy barom, de majd csak egyszer más lesz a helyzet. Pedig erre nagyon kevés az esély, ha nem teszünk érte semmit. Egy ilyen helyzetben vagy dolgozunk azon, hogy minél hamarabb munkahelyet válthassunk, vagy azon változtatunk, hogy mennyire engedjük egy ilyen embernek azt, hogy elrontsa a napunkat. 100%-ban felelősséget kell vállalnunk az életünkért ahhoz, hogy úgy alakíthassuk, ahogy szeretnénk. Ne hibáztassuk a szomszédunkat, a volt párunkat, a munkatársunkat, a kormányt és így tovább, mert az ellen, ahogy hatnak ránk, csak mi tudunk tenni. Ne várjuk a hőst, aki majd felelősséget vállal helyettünk az életünkért, mert ez a mi dolgunk. A negyedik lépés lényege, hogy kicsit máshogy kezdjünk el tekinteni arra, amivel azonosulunk. Vessünk egy pillantást az identitásunkra. Valószínűleg mindenki hallott már olyan emberről, aki például írónak vagy zenésznek vallja magát, azonban amikor arra kerül a sor, hogy a munkáját nagy közönség elé tárja, akkor kihátrál. Ez azért van, mert fél attól, hogy az a kép, amit eddig felállított magáról, megsérül, ha az embereknek nem tetszik annyira, amit alkotott. Ezt a könyv szerzője Manson elkerülési törvényének nevezi. Ha te is ilyen vagy, akkor praktikus lehet megfontolnod azt a buddhista tanítást, ami arról szól, hogy az identitásunk csak egy illúzió. Akármilyen címkét adunk magunknak, mint a gazdag, szegény, boldog, szomorú, sikeres vagy vesztes, ezek mind csak az elménkben élnek. Amennyiben pedig úgy döntünk, hogy nem hagyjuk tovább, hogy ezek irányítsanak, akkor idővel ledobhatjuk ezeket a címkéket. Az ötödik lépés az, hogy beismerjük azt, hogy nem biztos, hogy mindig igazunk van, vagyis legyőzzük a félelmünket azzal kapcsolatban, hogy nekünk is vannak gyengeségeink. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan kételkednünk kell magunkban, csupán azt, hogy néha nem árt feltenni a kérdést, hogy én hogyan változtathatnék a dolgon, vagy biztos, hogy teljesen jól gondolom.
A végső és egyben talán a legfontosabb lépés pedig az, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy egy nap meg fogunk halni, és hogy ezzel minden rendben van. Sokan ezt életük végéig nem képesek beismerni, és halogatják, amit igazán szeretnének. Bármelyik pillanatban megszűnhetünk létezni, ezért amíg nem érjük el a halhatatlanságot, addig csak vesztegetjük az időnket azzal, ha azon gondolkozunk, hogy mi lett volna, mi lenne, mi lesz, ha ezt megteszem vagy nem teszem meg. Erre az a megoldás, ha annak megfelelően cselekszünk, amit kitűztünk magunk elé, és mindig a jelenben maradunk. Ha így teszünk, akkor nem számít, ha az életünk véget ér a következő pillanatban, mert addig a pillanatig úgy éltünk, hogy mindig egyre közelebb kerüljünk a célunk felé. Ne felejtsd el, hogy nem az a lényeg, hogy hol jártál, hanem hogy mekkora utat tettél meg. Összefoglalva a lényeg az, hogy a felesleges nyomás abból ered, hogy túl zsúfoljuk az életünket, és abból, hogy nem toljuk le eléggé azokat a dolgokat, amik fájdalmat okoznak. Meg kell választanunk azt, ami fontos nekünk, és egy egészségesebb hozzáállást kell mutatnunk az élet felé. Az életünk különböző fázisaiban különböző áldozatokat kell hoznunk, mert ha keményen dolgozunk, nem fog beleférni minden, amit szeretnénk. Ettől viszont nem vagyunk áldozatok, mindannyian más helyzetből indulunk, és igen, van akinek könnyebb, és van akinek nehezebb. Ez azonban nem kifogás arra, hogy elvesztegessük az életünket, és az itt töltött időnket egy helyben topogva éljük le. Bízom benne, hogy ez a videó is hasznos lesz számotokra, és kérlek a gondolataitokat osszátok meg velem kommentben. Személy szerint számomra az utóbbi időben ez volt az egyik legfontosabb könyv, amit olvastam. A linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Amennyiben tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és osszátok meg azokkal, akiknek jól jöhet. A kapcsoló pedig jelen van Facebookon és Instagramon is, ha szeretnétek hasonló tartalmat látni, és ott még nem követtek, akkor tegyétek meg. Sziasztok!